Az elmúlt hónapok krízis helyzete jelentős hatással volt Nyíregyháza sport életére is, azonban valamilyen szinten áthelyeződött online formába, akár a Mozdulj Nyíregyháza rendezvénysorozat, programsorozat is. Mesélj nekünk egy kicsit erről, milyen eredménye volt? Hát így ugye 2 hónapot dolgoztunk online mozgásrendben, ami egyrészt ugye fájdalmas volt, hiszen nem minden foglalkozást tudtunk online rendszerre átvinni, viszont másrészt egy nagyon pozitív tapasztalatokkal teli 2 hónapot mondhatunk magunk után. Bebizonyítottuk szerintem azt, hogy jöhetnek a nehézségek, de együtt azért sok mindent sikerül leküzdeni, és több ezer embert tudtunk úgy elérni, hogy a követőink száma is most már 10 000 felett van, és volt olyan foglalkozás, amit így visszatekintve ugye a statisztikai adatokat, hogy 30 000 is láttak egyszerre. És azt gondoljuk ezt, hogy most már virtuális termen keresztül országhatáron túl is eljutva, tényleg korosztálytól függetlenül meg tudtunk mozgatni embereket, és nagyon sokan jelezték is vissza, hogy sajnálják, hogy vége idézőjelben, ugye május végén ennek a programnak, de hogy mennyi pozitívat és sokat kaptak. Ahogy mondtad is, minden korosztály részt vett ezeken, hiszen gyermekeknek, felnőtteknek és szépkorúaknak is szóltak ezek a foglalkozások. Igen, pont ez volt az alapgondolat, hogy azért otthon a 4 fal között ugye egy teljesen más életstílust kellett felvennie mindenkinek, családok összezárva, gyerekeknek nincs meg az a mozgástér, amit akár az iskolákban a mindennapos testneveléssel megkaptak. Ezért igyekeztünk arra odafigyelni, hogy a délelőtti időrendben az idősebb korosztályt érjük el, délutánonként pedig először a gyerekeknek biztosítsunk mozgást, majd utána, vagy akár szülőkkel együtt, mert volt arra is példa, és sokszor a gyerekfoglalkozásokat szülők is végigcsinálták a gyerekekkel, utána pedig a fő időszakban este 6-tól pedig minden nap más-más mozgásformával mozgattuk meg a közép vagy idősebb korosztályt. Most azonban már talán lazultak a szabályok is, fokozatosan a legnagyobb biztonsági dolgokat előtérbe helyezve, kicsit már van lehetőség arra, hogy a sportrendezvényekre előre tekintsünk. Igen, ugye az újratervezés itt is megtörtént, hiszen amikor ugye a veszélyhelyzetet bejelentésre került, és ugye a rendezvényeket eltöröltük, akkor közben már a háttérben elindultak azok az egyeztetések, hogy ABC, sőt volt a D alternatívában is gondolkodva, hogyan tudjuk mégis azokat a nagyon jelentős nagy rendezvényeket Nyíregyházán tartani, illetve ami az nyíregyháziak szívéhez nőttek, azokat is újraindítani, vagy megszervezni. Ezért is azért azt gondolom, hogy július ez az újjáéledés hónapja lesz, hiszen beindulnak az első rendezvények, gondolok itt egy nagyon egyedi, országosan is elsőként megrendezett stadionos akadályversenyre, ugye itt a futókra gondolva, majd augusztus hónap pedig a kerékpár hónapja lesz Nyíregyházán, hiszen 3 nagy nemzetközi rendezvény is fogja uralni a Kossuth teret és környékét, és én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy tényleg Nyíregyháza sportos városként a vendégszeretetét még inkább meg tudja mutatni, hiszen a kerékpársport elitje fog hozzánk látogatni 3 alkalommal is. Itt kérjük majd a nyíregyháziak megértését, mert ugye egy nagy rendezvény mindig a hétköznapok felbojdulásával jár, útlezárásokat fog eredményezni, viszont tényleg arra kérünk mindenkit, hogy legyünk büszkék arra, mert az, hogy idehoznak ilyen nagy rendezvényeket, ez köszönhető annak is, hogy Nyíregyháza nyitott és szívesen fogadja az ide érkezőket. Az első ilyen rendezvény pedig, ahogy említetted, egy extrém akadályverseny lesz majd a stadionban, ezt már tavaly is megrendezte a város. Tavaly volt meg a gondolata, és Sóstófüldőn ugye megrendezésre került ősszel. Idén viszont egy picit másabb körülmény, hiszen maga a városi stadion fogja az fő otthonát adni ennek az egyéni és csapatversenynek. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz. Számos olyan akadállyal, ami kihívás, hogy meg tudjuk-e egyénileg vagy akár csapatban csinálni, és egy nagyon jó próbatétel, hogy a több hónapos karantén után azért ki milyen fizikai állapotban van. Természetesen is a szervezők odafigyelnek minden elővigyázatosságra, betartják azokat az óvintézkedéseket, amik azért most még komoly feladatot adnak elénk, de nagyon bízom benne, hogy egy nagyon eseménydús szombati napot fognak eltölteni a stadionba kilátogatók és benevezők. Milyen visszajelzéseket kaptok azoktól, akik már vágynak arra, hogy újra részt vehessenek sportrendezvényeken? Nagyon sok megkeresés érkezik, hogy ugye áprilisra volt egy nagy futófesztiválunk meghirdetve, volt egy Crazy 5K futás meghirdetve, ugye ott lett volna a Decathlon élmény próbája nyáron, hogy mi lesz ezekkel a nagy rendezvényekkel, és természetesen
Igyekeztünk mi is mindent mérlegelni. Volt, amikor fájó szívvel azt kellett mondani, hogy az előkészületek annyira szigorúak és annyira komoly feladatot rónak ránk, hogy a futófesztivált azt jövő évre csúsztattuk el, de akár a Crazy 5K futás, akár a Decathlon élménypróba, ezek mind szeptember és októberben majd várják a nyíregyháziakat. Tehát tényleg én mindenkit arra buzdítok, hogy itt a nyár, használják ki Nyíregyházan azokat a szabadtéri lehetőségeket, ahol nagyon jól fel tudnak készülni, akár a futásra, akár a kerékpárosra, mert szeptember-október tele lesz olyan eseményekkel, nagyon bízunk benne, hogy a lehetőségek is adottak lesznek, ahol a nyíregyháziak nagyon jól tudják eltölteni a hétvégéjüket.